Sziasztok, újra itt vagyok, és egy kávésadás következik, mint ahogy látjátok. Ráadásul az egyik nagy kedvencem V60 filterkávé csepegtetős, és nem is túl bonyolult, illetve az, mert hogy bonyolultan lehet tenni, de van egy-két módszer, amit ha megtanulunk, megpróbáljuk gyakorolni, akkor igazán finom, aromákban gazdag kávé fog ebből a történetből kijönni, úgyhogy imádom a japánokat, nézzük, hogy ők mit tudnak, mutatom. Mit kellene hozzá? Egyrészt maga a kávé, ami nyilván egy jó minőségű, előre le nem őrölt és lehetőség szerint világos pörkölési kávé. Van a filtertartó, van alul egy ilyen kiöntős rész, erre fog rákerülni majd a filtertartó, benne a szűrővel kell egy örlő, kell egy mérleg és kell egy stopper, amire mondjuk nyilván a telefont fogjuk használni, úgyhogy neki is látunk. Szóval jöhet a kávé, ehhez a kávéhoz és ehhez az elkészítési módhoz én most 15 g-nyi kávét fogok felhasználni és örlök rá. Jó. Kész! Jön az örlés! Az ez a legjobb, amikor meg kell dolgozni a kávéért, és nem pedig csak úgy edén pakolják. Na, ennek azért meg lesz a maga bukéja. Jó, ezzel meg vagyunk. Első körben berendesítem a szűrőt, a filtert gyakorlatilag. Ezt szépen utána ezt a vizet nyilván kiöntjük. Erre nincs szükség. Majd a továbbiakban. Az a lényeg, hogy a filter ez feltapadjon a szűrőtartó falára. Lecsöpög, aztán utána ez megy is ki. És most jön a lényeg, elmagyarázom, hogy nagyjából mit fogunk csinálni. A 40-60-as módszert fogom használni, azaz 5 darab felöntés van, 5-ször adok hozzá vizet, ha átlagot kellene számolnom, akkor átlagonként és felöntésenként 45 milli víz kerül hozzáadásra. De mégsem így van, ugyanis az első 40%, magyar az első két felöntés meg fogja határozni a savasság és az édesség arányát az elkészült kávéban, és a fönnálló 60%, tehát az utolsó három felöntés pedig a kávé erősségét fogja meghatározni. Én most egy teljesen átlag normál erősségű kávét akarok és fogok is csinálni, magyarul a felöntések az úgy fognak alakulni majd, ahogy elmondom, de az elején én egy édesebb kávét szeretnék elérni, ezért kevesebb vizet, tehát az átlag 45 milli vízhez képest 30 millit teszek csak hozzá, és az első etap, az első áztatás, az előáztatás, a blooming, az hosszabb is lesz a későbbi időközöknél, tehát először 30 milli víz 45 másodpercre, aztán jönnek majd a további felöntések, rögtön az a második, az egy pótlás lesz, tehát az először, az első felöntés során fel nem használt 15 milli vízet hozzáadom ahhoz a 45-höz, magyarul a második felöntés 60 milli, és onnantól kezdve pedig mindegyik felöntésnél 35 másodperces szünetet fogunk tartani, nagyjából így leszünk túl éppen, hogy csak a 3 percen, aztán megnézzük, hogy milyen kávét sikerült vele csinálni. Ja, és stop! Még egy fontos dolog, a víz mindig 90 és 96 fok közöttinek kell, hogy legyen, most nekem továbbra sincs hőfokszabályozós vízmelegítőm, ezért fölforraltam a tipikusan erre a célra létrehozott kávévizet, és a forrást követően várok egy fél percet, és utána fogom elkezdeni használni, bízva abban, hogy én már házi körülmények között, de a hiba határon, a hőmérséklet határokon belül fogok maradni, és még ami nagyon fontos, egy hattyúnyakú kiöntővel kellene megcsinálni az egészet. Nekem van egy kancsom, egy keremilyen kancsom, amiben nagyjából egy hasonló nyak van, és ezzel fogom majd az egészet fölönteni, de azért nyilván jó lenne, ha lenne egy olyan, ami kellene hozzá, és ami még nagyon-nagyon fontos, lassú felöntés, körkörös mozdulatok, nem kavarjuk fel a kávét. Oké, akkor összeállítjuk a setupot. Jöhet kiöntő, rá szűrőtartó benne a szűrővel, és jöhet vele a kávénk is, a megőrölt 15 g, itt a szemcse méret, tehát a közepesnél egy kicsit finomabbra kell őrölni, hozzáadom, és nagyon fontos, nincs tömörítés, egészen egyszerűen csak óvatosan, finoman megrázom, kiegyenlítődjön a szintje, és kész. És ennyi az egész, jön a felöntés, illetve jönnek a felöntések. 100 fokos víz, nagyjából fél percet várunk, és akkor remélhetőleg beleszünk a 90 és 96 fok közötti tartományban, ami ennek a kávének az elkészítéséhez szükséges. Nagyon fontos, egyrészt mérleg van alatta, ugyanis nyilván most nem fogom tudni a millilitereket mérni, de gram mennyiségeket fogok a vízből hozzátölteni, és kell egy stopper, amivel mérem az áztatási időket, úgyhogy az órát, illetve a telefont is felhasználjuk. Indul az első felöntés, beállítjuk a mérleget. Most vagyunk a nullán, és ehhez kell majd mindig hozzáadni. Most jön az első 30 g körkörös mozdulatokkal. Meg is vagyunk. Indul a 45 másodperc.
szépen lassan kezdünk lecsöpögni. Jön a következő, most 60 ml teszünk hozzá. És most egy 35 másodperces etap jön. Ezzel beállítjuk az édességet, illetve pontosabban az édesség és a savasság arányát. Jön 45 ml víz. Újabb 35 másodperces háztatás. Jön egy újabb 45 ml. Újabb 35 másodperc. Újabb 45 ml. Körkörös mozdulatok. És újabb 35 másodperc. 2000 years later. És kész. Meg is vagyunk. Oké. Ezzel megvagyunk, a kávé gyakorlata kész van, de közben még sincs. Tehát így most rögtön én azt gondolom, hogy nem így kell fogyasztani. Most édesebb egy picit, ahogy hűl, egészen más és egészen újabb ízjegyek fognak megjelenni benne. Tipikusan azt szokták mondani, hogy egy néhány percet mindenképpen várni kell, egy ilyen 4-6 perc közötti idő múlva javasolt a fogyasztása. Addig szerzünk egy poharat, kiöntjük, aztán nézzük, hogy milyen. Aztán jöhet a kóstolás. Szóval, ez egy fontos dolog, vagy legalább nekem fontos dolog. Én soha nem voltam egy hosszú kávé hívő. Az amerikánóban meg egészen egyszerűen kilencze van ilyen világból, de ha már hosszú, akkor mindenképpen filter, és akkor is leginkább ez a fajta. Teljesen más. Tehát, hogy két külön világ. Igaz, hogy macera, tehát könnyű megcsinálni, de közben lehet mégis nehéz, meg néha macera, mert így, tehát hogy hülyeségnek tűnhet, de azt gondolom, hogy minden egyes másodperc és minden egyes hozzáadott milli vagy gram víz, az segít ahhoz, hogy tényleg egy jó kávét ígyunk, és lehet szöszölni azzal, hogy de hát, hogy most akkor miért nem jó a nem tudom micsoda. Mindenkinek az a jó, amit éppen szeret. Én szeretek kipróbálni dolgokat és a jó kávét, és ahogy korosodik az ember, úgy gondolja az, hogy nem elég már a szar. És én szeretem a jó kávét, és szeretem a jó ételeket, és mindegy, hogyha azt hosszan kell megcsinálni, vagy lassan, vagy macerásan, mert nem az érdekel, mert egyrészt az elkészítés folyamata az egy játék. Lehet így, lehet úgy, hanem a végeredmény érdekel. És ez pedig jó végeredményt ad, úgyhogy próbáljátok itt is. Sziasztok! És jó. És nagyon jó.